Kedves hallgatóink, a zene előtt elmondtam, hogy gyermekkori szembetegségekről lesz szó, és a szemészeti szűrészek jelentőségéről itt az előttünk álló percekben a Csillagpont Rádió műsorában. Szóltam arról is, hogy a gyerekek fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő látásfejlődés, amelynek feltétele, hogy a szem egészséges legyen, illetve megfelelően alakuljon ki a szemek kapcsolata egymással és a látókéreggel. A kicsi körében leggyakoribb szembeteg a kancsalság mellett számtalan más szemészeti probléma is létezik, amelyek időben elvégzett szűrővizsgálattal felismerhetők és kezelhetők. Hát a legtöbbször ilyenkor ősszel, szeptember tájékán, amikor is iskolába mennek a kicsinyek, akkor derülnek ki, hogy bizony-bizony hiányosságok vannak e szűrés területén. Nem véletlenül hangsúlyozzák a szakemberek, hogy ezt komolyan kell venni, mert a nagyobba így megakadályozható. Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Nazárt Lídiát, gyermekszemorvost, főorvosnőt, akivel erről beszélgetünk az előttünk álló percekben, mint a terület nagy szakértőjével. Valóban megszaporodnak ilyenkor, ugye, a gyerekbetegek a szemészeten? Vagy azért, mert beülnek az iskolapadba, és akkor derül ki, hogy nem látják jól a táblát, vagy amikor elkezdődik az érdemis tanulás, akkor kiderül, hogy hamar elfárad a szemük, a figyelmük lankad, és ennek nagyon sokszor szemészeti probléma az oka, ami addig valamilyen módon mégsem derült ki. Most ezek a szűrővizsgálatok, ezek ugye könnyű mondani, hogy menjenek el szűrővizsgálatokra, de milyen időközönként vannak, honnan lehet ezekről tudomást szerezni, milyen kötelező jellegűek vannak, honnan tudja például az édesanya, vagy az apuka, hogy mikor kell a gyereket elvinni a vizsgálatra. Nagyon jó a védőnői hálózat, csak dicsérni tudom őket, és rendszeresen tartunk nekik el továbbképző előadásokat, tehát ők tudják, hogy egy éves korban van az első vizsgálat, akkor, ha például a családban szemüvegesség fordult elő, vagy kancsalság, vagy valamilyen szembetegség, vagy a gyerek kis súlya született, bár a koraszülötteknél el kell mondani, hogy nagyon jó a gondozásuk. Az élet első 6 hónapjában havonta kell szemészeti vizsgálaton megjelenniük, utána már a következő vizsgálat, ha minden rendben van, akkor egy éves korban van. Most akinek semmilyen szemproblémája nincs, a családban sem fordult elő szemüvegesség, 3 éves korban kötelező a szemészeti vizsgálat, mert akkor a gyerekek már nagyon szépen elmondják az ábrákat, megfigyelhető, hogy van-e térlátásuk, tehát játékosan minden vizsgálat elvégezhető, és kiszűrhetők azok a problémák, amiken 3 éves korban még lehet segíteni. Következő kötelező szűrővizsgálat 5 éves korban van, ezt mondják iskola előtti szűrővizsgálatnak is. Ha ilyenkor derül ki valamilyen szemprobléma, akkor bizony iskola kezdésig, ami ugye 6 vagy esetleg 7 éves kor, már sokkal nehezebb segíteni. Tehát én nagyon-nagyon forszíroznám és nagyon-nagyon ajánlanám, és a védőnők is ezt tudják, és ebben nagy segítséget adnak, hogy 3 éves korban mindenképpen menjen el minden gyerek jusson el a szemészetre. Hangsúlyozzák a szakemberek, de azért ugye nem szabad annyira elriasztani az anyukákat, hogyha netalántán itt a mulasztás bekövetkezett, hogy jóvá tehetetlen dolgok történnek, ha 5 éves korában megy el a gyerek erre a vizsgálatra, vagy ha akkor, amikor már első osztályos és kiderül, hogy nem látja tisztán a táblán a feliratot. Az esetek nagy részében valóban nem követtünk el olyan hibát, de van egy bizonyos eltérés, amikor a két szemnek a fénytörése nem egyforma, semmit nem vesz észre a szülő. Ez csak szűrővizsgálattal derül ki. Tehát nem kancsalít a gyerek, ami felhívna a figyelmet, hogy valami gond van. Két szemmel együtt jól lát, de mégis csak az egyik szemmel lát jól, és a másik szemmel, ahogy mondjuk jóval nagyobb a fénytörési hiba, akár mondjuk egy plusz 4 dioptria is, azzal nagyon keveset lát. 5 éves korban ezen már nem lehet segíteni, vagy nagyon nehezen. Tehát ez, ami mindenképpen panaszok nélkül is azt sugallja, hogy vigyük el inkább a szemészetre a gyereket, és nyugodjunk meg, mert azt a
az átélni, amikor szembesül a szülő, hogy az 5 éves gyerek nem lát az egyik szemével, és akkor önmagát hibáztatja, szóval ne tegyük is se magunkat, se a gyereket, se a szülőt ilyen lelki traumának. És ez az áttörési hiba, ez a fény áttörési hiba, azt mondta a doktornő, hogy fénytörési hiba, bocsánat, igen. Hogy nem orvosolható, hogyha késő. Ez egy életen át végig? Igen, de még a 3 éves korban kiderül, akkor ezen még könnyű segíteni. Nagyon jó az alkalmazkodó képessége a gyerekeknek. Hagyd mondjam el, hogy akár egy olyan 10-12 dioptria pluszos előjelű fénytörési hibát is vígan tudnak kompenzálni. És pedig az borzasztóban sem. Az nagyon nagy, de annyit tud alkalmazkodni mondjuk egy 3 éves gyerek. És az utóbbi évben 3 olyan eset is előfordult, amikor ilyen nagyságú fénytörési hiba derült ki, viszonylag, tehát panaszmentes gyereknél, illetve amikor eljött a szülő a rendelése, végül is utólag rekonstruáltuk, hogy voltak azért ennek apró jelei, de hál' Istennek, hogy a védőnő elküldte őket a 3 éves szűrésre, vígan viselik a szemüveget, sokkal jobban látnak, kinyílnak, érdeklődőbbek, figyelmesebbek, tehát egy világ nyílott ki előttük, és ez még 3 éves korban lehet. Utána, ahogy telnek az évek, a gyerek egyre jobban hozzászokik ahhoz, hogy erőltetve, de jól, vagy viszonylag jól lát, és aztán iskoláskorban derül ki az, hogy figyelmetlen, nem köti le a tanulás, elkönyvelik fegyelmezetlen gyereknek, holott csak egy szemüveg kellene neki, amivel nem fárad a szeme tanuláskor, és sokkal jobban lát. És hogyha ugye a pár hónapos kori szűrővizsgálat után a 3 éves kori jön, ha ez megtörténik, akkor utána jön az 5 éves. Igen. De tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy utána egy nagy intervallum következik, nem? Tehát utána jönnek az iskolaorvosok, az iskolában szintén a védőnők, akik szűrik a gyerekeket, mert van az úgynevezett iskoláskori rövidlátás, tehát az iskoláskorban derül ki gyakran, hogy ahogy növekednek a gyerekek, megváltozik a szemüknek a fénytörése, és kezdődik a rövidlátás. Tehát az iskolában rendszeresen szűrik a gyerekeket, vagy maga a tanárnő, vagy tanítónő veszi észre, hogy a gyerek nem látja jól a táblát, vagy a gyerek kéri, hogy szeretne előbbre ülni, mert hátulról nem látja a táblát, és akkor már ezeknek a panaszoknak, tüneteknek az alapján történik a szemészeti vizsgálat. Tehát 6 éves korra egy ideális állapotot kell elérni. Jól lásson a gyerek mind a két szemével, legyen jó térlátása, és panasz nélkül tudjon tanulni. Utána már valóban csak akkor van szemészeti vizsgálat, amikor valamilyen panasz van, illetve a pályaválasztás előtt. Tehát ez egy olyan 13-14 éves kor, de még nem baj, hogyha gimnáziumba menetel előtt is történik egy szemészeti vizsgálat. Most ez az iskoláskori rövidlátás ugye megnyilvánul abban is, hogy belebújik a könyvbe, meg a füzetébe, de hát ez látványos, ezt azonnal észreveszi a szülő is, meg a tanár is. Igen, meg nagyon sokat használják a mobiltelefon, tabletet, és akkor állandóan közelre alkalmazkodik a szem. Tehát akinek hajlama van rá, annál hamarabb alakul ki a rövidlátás, vagy kialakul, vagy hamarabb alakul ki, mintha nem állandóan közelre nézze. Én inkább eltiltani nem lehet a gyerekeket ettől. Inkább egy észszerű időbeni korlátozás legyen, meg hogy más elfoglaltság is legyen, ne csak a mobiltelefon, meg a tabletnek a használata. Én ezt mindig el szoktam mondani a szülőknek, és gyerek is hallja, meg is beszélik, meg is értik. Hát azok, akik ott vannak, jó, könnyebben megértik, mert ők már tapasztalják, hogy mi az, hogyha rosszul lát. De aki jól lát, azzal nehezebben meg is megértetni. Azzal találkozik a védőnővel, és a védőnök is tudják. Hát biztos, hogy az internetes világban a szembetegségek gyakorisága minden bizonnyal, tehát gyakrabban előfordulnak ilyen közel-távollátási gondok. Többet használják, tehát a gyerekek a szemüket, tehát hogy mondjam, hamarabb derülnek ki apró fénytörési hibák, mint régen. Tehát kisebb eltérések is kiderülnek, mert elfárad a szeme, összefolynak a betűk a szem előtt, akár amikor a
tabletet vagy a mobiltelefont nézi, tudnirik, annak más a megvilágítása, mint a könyvnek. Az egy természetes dolog, amikor a gyerek könyvet olvas. Itt pedig van egy fényes háttér, és azelőtt vannak a betűk. Tehát sok más a hatása. Ennek sokkal hamarabb elfárad a szem ettől a mesterséges megvilágítástól, mintha egy könyvlapjait nézi, illetve hát egy könyvet olvas. Most eszembe jutott, hogy ugye az 50-es évek második felébe jött be a televízió, és mindenféle tanácsokat kaptunk, hogy hogy nézzük a televíziót, hol vagyunk már ettől, ugye? Igen. Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetésünket a gyermekkori szembetegségekről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről. Folytatjuk a beszélgetésünket a szemészeti szűrések és a gyerekkori szembetegségekről dr. Nazárt Lédiával, gyermek szakfőorvossal. Hát én visszatérnék egy gondolat erejéig az internetes világ előnyeire, idézőjeles előnyeire, a tabletek meg az okostelefonok előnyeire, mert ez azt jelenti, hogy másfajta jelekre is figyelni kell, mint mondjuk 15 esztendővel ezelőtt önöknek, szakembereknek, de hát a laikus szülőknek is egyaránt, ugye? Igen, igen, igen. Ez a fénytörés, illetőleg ez a más fényháttér, ez elég komoly kihívás. Annyit kell tudni, hogy minden kisgyerek egy bizonyos fénytörési hibával születik, de ez nem okoz gondot. Általában a gyerekeknél plusz 2, plusz 3 dioptria fénytörési hiba panasz nélkül előfordul, mert ezt az ő szemük kompenzálja. Tehát nekik ez nem okoz gondot, ettől ők jól látnak, jól tudnak alkalmazkodni távolra, közelre. Beavatkozni csak akkor kell, ha ez a fénytörési hiba kancsalságot okoz, vagy nem csökken az évek folyamán, mert általában a 6 éves kort azért szabjuk ilyen határként, mert akkorra ez a fiziológiás és a meglévő plusz 3 dioptria körüli fénytörési hiba a gyerek növekedésével együtt szépen csökken, és 6 éves korra szűnik meg. Na most annyit kell tudni a szemészeti vizsgálatokról, hogy fájdalmatlanok. Tehát a legeslegrosszabb, ami a gyerekkel történik, a cseppentés, de nem minden esetben kell cseppenteni. Ha a gyerek közreműködő, sok mindent meg lehet nézni, és van, amikor cseppenteni kell, amikor valami gyanú van, mert a gyerek mégis bizonytalanul látja a táblát, vagy bizonytalanul olvassa az ábrákat, vagy jobban szét akarunk nézni a szem belsejében. Tehát akkor elengedhetetlen. Akkor amikor valamilyen betegségre van gyanú, de általában a szemészeti vizsgálatok nem fájnak. Fel lehet fogni játéknak is, hogy elmondott szépen a rajzocskákat, varázslámpát nézünk, varázsképet nézünk, a szemtükörnek a fénye most világít a napocska a szemedbe, tehát annyira elvarázsoljuk a gyerekeket, és tulajdonképpen ők örömmel teljesítenek, és ez a 3 évesekre nagyon igaz. Tehát a 3 éves gyerek nagyon boldog, hogyha ő felismer valamilyen rajzot, és sikerként könyveli el ezt, de mondom, bizonyos esetekben azért a cseppentés az nem kerülhető el. Egyébként szó került itt a kancsalságról, mint az egyik leggyakoribb betegségről. És legnagyobb probléma, mert ennek komoly szövődménye van. Tehát a kancsalság nem csak esztétikai hiba, hanem az egyik szem nem tanul meglátni, vagy ha meg is tanul látni mind a két szem, de nem tudja a gyerek együtt használni a két szemét, tehát nem alakul ki térlátás, az úgynevezett sztereolátás, ami egész életében hátrányt jelenthet. Ez kialakulhat, még ha időben észrevesszük, tehát akár egy éves korban, vagy van olyan kisgyerek, akinél fél éves korban kell a kancsalságot kezelni, mert állandóan befelé fordul, hol az egyik, hol a másik szeme, de ha ezt halogatjuk, hogy majd kinövi a gyerek, akkor már lehet, hogy esztétikailag egy jobb helyzetet találunk, de térlátás attól még nem alakul ki, tehát a pici kancsalság, ami alig okoz kozmetikai gondot, meg a nagyfokú kancsalság, amivel szalad a szülő az orvoshoz, ugyanolyan problémát jelent a térlátás kialakulása szempontjából. Én olvastam a közelmúltban az akaratlan szemmozgásról, meg szemtekerezésről, szemtekerezgésről, bocsánat,
Ez például gyakori, vagy ez egy ritka, vagy mire vezethető hál' vissza? Istennek nem túl gyakori betegség, és van egy vele született, ami a szemrezgés, ez azt jelenti, ez a szemtekerezgés, hogy az nem... félelmetes látvány lehet, nem? Nem tud a gyerek egy pontra nézni, hanem állandóan ritmikus, ingaszerű mozgás végez a szeme, vagyis nem tud élesen látni, mert a kép nem az éles látás helyére kerül a szemében, hanem egy állandó mozgás következtében ez változik, tehát nem tud tökéletesen látni. Az évek során ez csökkenhet, de van, amikor egész életben megmarad. Tehát van egy ilyen vele született formája. Nagyon gyakran nem szemészeti ok áll a háttérben, hanem egy neurológiai, tehát ideggyógyászati betegség, akár a szemből futó látóidegnek, vagy a bármilyen agyi struktúrának, ami eznek a közelében van a betegségek következtében, és lehet fülészeti betegség következménye is. Tehát mindig kell egy komplex vizsgálat, egy szemtekerezgéssel jelentkező gyereket először megvizsgálunk, hogy minden rendben van-e, szemfenéken nincs-e valami eltérés, ami miatt ezt az ingaszerű mozgás végzi a szeme, hogy viszonylag jól lásson, és utána neurológushoz szoktuk küldeni a gyerekeket. Ilyenkor, ugye most mondtuk, a szeptembert hangsúlyoztuk. Hát szeptember, most már második dekádjában járunk. Például ilyen, hogy fiúk, lányok körében van-e gyakrabban eltérés, ilyen különbséget lehet tenni? Hát ilyen különbséget nem, ugye? Feltétlenül de, nem. De megszaporodtak, ugye, a gyerekek, a rendelőben várakozó gyerekek? Igen, akik valami miatt nem voltak időben iskola előtt szemészeti vizsgálaton, és akkor most szeptemberben derül ki, hogy mégsem látnak jól, és akkor hát akár a tanítónő veszi észre, hogy kellene egy szemészeti vizsgálat, mert valami nincs rendben a gyerek szemével, vagy a gyerek egyszerűen nem látja a táblát, mert a nyáron sokat nőtt. És ez csak akkor derül ki, amikor újra beül az iskolapadba, hogy nem látja a táblát olyan jól, mint az előző iskola évben. Akkor, amikor észrevesznek ilyen, azt mondta a doktornő az imént, hogy a kancsalság az azért is fontos dolog, mert komoly szövődményei lehetnek, a tompalátás, igen. Tehát az, hogy az egyik szem nem tanul meg látni, és ez csak picikorban érhető el, hogy a kancsalító szem is ugyanolyan jó látásúvá váljon, mint a másik. Ahogy telnek az évek, ennek egyre kisebb az esélye, tehát olyan 4 éves korig van olyan reális esély. Lehet még később is, de ugye egy iskolás gyereket már nem tudunk takarni, mert akkor az az iskolában, a tanulásban hátrányt jelent. Megcsúfolják is a többiek. Igen, 6 éves korig kell elérni az, hogy minden rendben legyen. Ma, ha már beszélünk arról, hogy milyen betegségek vannak, meg az eltelt időszakról, ugye én is itt szóba hoztam az 50-es évek második felét a tévét, meg a mostani videóvilágot. A felszerelésben, tehát a szűrővizsgálatoknak a mikéntjében milyen változások történtek az elmúlt évtizedek során? Tehát kellett-e egyáltalán, nyilván változás volt, de hogy mennyit modernizálódott, mennyit változott az infrastruktúra? Amikor kezdtem a pályát, akkor... hogy mondjam, nem voltak még ennyire jó kis rajzos ábrácskák. Aztán utána vannak olyan képeskönyvszerű ábrák, és a gyerekek ezeket boldogan felismerik. Tehát számukra ismerős rajzok, ami lényeges fehér alapon feketével rajzolva, azért, mert egyébként a színek alapján a gyerekek könnyen felismerik a rajzokat. Azon kívül... hát vannak olyan műszerek, ami korábban nem voltak modernebbek, amivel a térlátást úgy lehet megnézni egy 3 éves gyereknél, hogy lényegében így egymással szemben ülünk, ugye a kisgyerek fél, hogyha közel megy az ember hozzá. Pláne ha fehér köpenyben van. De ha csak egy ilyen képeskönyvtávolságból mutatok neki egy olyan rajzot, vagy varázsképet, ahol előemelkedő ábrákat kell felismerni, akkor ő attól nem ijed meg, hanem ha nem is tudja mondani, de megmutatja, hogy ott van valami. És akkor a következő vizsgálat már az, hogy megengedi, hogy belekukucskáljak a szemébe a szemtükörrel, ami szintén nem fájdalmas. Tehát olyan vizsgálatok vannak, amik nem fájdalmasak, picit
mondom, fejlődött a helyzet is, hogy ezek a képecskék jobban felismerhetőek. Régen ugye 5 méterről néztük csak, és egy kisgyerek még 5 méterről, 3 éves kisgyerek 5 méterről, az neki nagyon távol van. Tehát még nem igazán mondja el a számára ugyan 3 méter a megfelelő, de úgy, hogy egy viszonylag közelségben legyünk, egymással legyen meg egy kontaktus. Mindenképpen azzal kezdődnek a személyzeti vizsgálatok, hogy nyerjük meg a gyerek bizalmát. Tehát akkor már könnyű helyzetben vagyunk, mert akkor a gyerek jobban közreműködik. Hát ez az orvos-beteg kapcsolat alfája, igen, meg igen, a bétája, igen, úgy igen. Szokták mondani. Mindig adnak tanácsot a szakemberek, ugye például az angiológusok, hogyha sokat ül valaki, akkor hogy mozgassa a lábát, hogy tornáztassa az ereket, próbáljon meg valamit tenni az egészsége érdekében. Hát én azt hiszem, hogy itt is el kell, hogy hangozzon majd egy-két olyan tanács, hogy ne üljön ennyit a gép előtt, vagy ha ennyit a gép előtt ül a gyerek, akkor ilyen időközönként álljon fel. Ezt nem lehet elégszer hangoztatni. Igen. Igen, tehát hogyha a gyerek ül a számítógép előtt, akkor valahogy időben korlátozzuk azt, hogy 30 perc, 40 perc, és akkor utána egy picit nézzen távolba, mert akkor erről az ezzel állandó... Ezzel tornáztatja a szemét? Lényegében, ha közelre néz, akkor állandóan alkalmazkodik. És akkor a távolra néz, egy picit hagy nézzen lazában, kényelmesebben, hogy így fejezem ki, igen, magam. És, tehát nem egy bemerevített, igen, pózban, igen, ülve. Igen, mert akkor állandóan alkalmazkodásra kényszerül a szeme, és hamarabb elfárad, tehát egy picit nézzen távolra. Legyen sokat a levegőn, a kinti játékokat szoktam mondani a kisgyerek, hogy nem mindig bent üljenek, hanem menjenek a szülőkkel kintre, kinti játék, túra. Hát ez régen nagyon divatos volt, én gondolom, azért most is mennek szülők a gyerekekkel a természetbe, és ez nagyon fontos lenne, tehát nem mindig közel, sem a tévé, sem az állandó számítógép előtülés nem jó, mert elfárasztja a szemet. Meg az idegeket is. Most nem csak a szem fárad el, hanem az idegrend is. Tehát az iskola kezdés is azt jelenti, hogy a gyereknek alkalmazkodni kell, és ott 45 percen keresztül, amennyi egy iskolai óra, figyelni kell. Nem csak a szeme, hanem az idegrendszer is elfárad. Tehát mindenképpen kell egy kis lazítás, egy kis pihenés. Most hár, ha szóltunk a kancsalságról, meg megemlítettük az akaratlan szemmozgást is, akkor nekem eszembe jutott például a pislogás. Nagyon sokszor lehet tapasztalni azt, hogy a gyerekek zavarban vannak, vagy éppen valamit el akarnak titkolni, vagy egyszerűen csak rossz szokásból pislognak. Ez például szembetegség? Ilyen is lehet, hogy a gyerek pislog azért, mert valami negatív hatás érte, és akkor egy gyakori pislogással, vagy egy úgynevezett tikkel reagál, tehát egy hunyorgás, pislogás, igen, de lehet szembetegségnek a tünete is. Na most ezt el kell dönteni szemészeti vizsgálattal, hogyha a szemészeti vizsgálat mindent rendben talál, akkor tovább kell vizsgálni a gyereket. De szemészeti betegségnek a tünete is lehet leggyakrabban fénytörési hibájé. Minden esetre, ha ezeket az időpontokat betartják az emberek, meg most ez a nagy dömping a szeptember lemegy, akkor megnyugodhatnak, mert jó kezekbe kerülnek a gyerekek, és egy olyan kontaktus kapcsolat alakul ki, aminek a vége pozitív kell, hogy legyen, ugye? Igen, tehát a gyerekeknek a szeme állandóan változik. Tehát ahogy a gyerek növekszik, úgy változik a szeme, ahogy mondtam már korábban, a fénytörési hibája is változik, pluszból csökken a fénytörési hiba, esetleg, hogyha növekszik a gyerek, akkor mínuszba megy át, tehát nem marad meg a hibátlan fénytörésnél, és ezért a gyerekeket rendszeresen ellenőrizni kell. A szemüveges gyerekeket mindenképpen. A szemüveges gyerekeknél szerencsés, ha van egy tartalék szemüveg, főleg akkor, hogyha erősebb dioptriájú szemüveget viselnek, hogy egy-két napig sem maradjanak, vagy 3 napig szemüveg nélkül, mert ugye el kell menni a szemészetre, kell egy tartalék szemüveget csináltatni, még a tartalék szemüveg csináltatása is több napot vesz igénybe. Tehát rendszeres ellenőrzés kell a gyerekeknek, és főleg a szemüveges gyerekeknek. Akkor, amikor a szembetegségeiről szólunk, akkor szólni kell például a szürke hályogról is,
aminek ugye a műtéti eljárása irtózatos módon fejlődött, mert korábban nem tudom, akár másfél hétig, 10 napig is bent tartották a beteget, ma meg valójában akár egy napon belül is ki lehet menni, mert 10 perces beavatkozásról van szó. Azért jutott eszembe a szürke hályog, mert az általában az idősek betegsége, de gyerekeknél is előfordul? Igen, van vele született szürke hályog, azt is minél hamarabb meg kell operálni, mert a szürke hályog akadályozza a látásnak a fejlődését. Ugye egy elszürkült lencse ott van a fény útjában, és nem lát a gyerek. Tehát különböző fokozatai vannak a lencse, vagy különböző mértéke van a szemlencse elszürkülésének, de ha szükséges, akkor is észrevesszük időben, akkor minél hamarabb ezeket a gyerekeket meg kell operálni, hogy jó látású legyen későbben. Igen. A szűrővizsgálatok idejét már ugye nagyjából elmondtuk, meg azt is, hogy kézben van ez tartva akkor a védőnői hálózat Igen. segítségével, meg az iskolaorvosi hálózat segítségével, Igen. tehát akkor végül is nyugtázhatjuk a dolgot, hogyha véletlenül a szülő nem veszi otthon észre. Az első mindig a szülő azért, tehát, hogy észreveszi az, hogy valami nincs rendben a gyerek szemével. Akkor ő szól a védőnőnek, vagy gyerekorvosnak, és akkor ő küldi tovább. Az első azért mindig a szülő. Tehát a védőnő szűri a gyerekeket, de ő nem minden nap látja őket. A szülő pedig észreveszi, hogyha valami rendellenes van a babának, az a kisbabának, igen, vagy akár igen. nagyobb gyereknek a szemével. Igen. Tehát az és első... hát az idő itt is nagy jelentőségű, igen, gondolom. Igen, minél igen, előbb. Igen, igen. Hát, hogy mennyire fegyelmezettek a szülők a ilyen szűrővizsgálatok igénybevétele szempontjából, az már egy más kérdés, nem? Igen, a várakozás. Bejelentkezés, akkor eltelik egy idő, amíg megkapják az időpontot, ott a várakozás, de végül is a gyerek érdeke az, hogy átessen a szülővizsgálaton, és a szülő megnyugodjon, hogy rendben van mind a két szeme, jól lát, de még 5 éves korban mindig meg kell ismételni a szülővizsgálatot. Én köszönöm szépen. Hát erre azért több helyről figyelmeztetik a szülőket, meg hát ha másként nem úgy is megy, hogy a gyerek oda megy, hogy anyu, vigyél el, mert ezt nem látom, de hát az még egy tábor, amivel a gyerek nyilván csak ilyen jelző dolgokat tud mondani, vagy még el is takarja a sokszor. A kisgyerek nem nagyon panaszkodik. Tehát nem nagyon panaszkodnak, a szülőnek kell észrevenni apró jelekből akár, hogy valami nincs rendben, tehát dörzsöli a szemét, beszéltünk az előbb a pislogásról, valamit nem lát olyan jól, de a gyerekek szeme csodálatos, mert nagyon jól tud alkalmazkodni. Ennek van előnye, nagyon, nagyon nagy előnye, hogy sok mindenhez tudnak alkalmazkodni, de hátránya is, hogy a szemproblémák elfedve maradnak, ha csak mi tudatosan nem vizsgáljuk a gyerekeknek a szemét. Hát erre kell törekedni, hogy minél többször forduljon elő ez a tudatos vizsgálat, azaz tartsák be a szabályokat, és menjenek el a szűrővizsgálatra, akkor nagy baj nem lehet, reméljük. Köszönöm szépen dr. Nazárt Lídiának, gyermek szemorvosnak, főorvosnőnek, hogy bejött a Csillagpont Rádió stúdiójába. Az elmúlt percekben szemészeti szűrésekről és gyerekkori szembetegségekről beszélgettünk.